Jól vizsgázott a Jéger, a megyében 40%-kal csökkent a jégkár bejelentések száma. Utazás az ünnepek alatt, a legkeresettebb hazai utazási célpontok listáját még mindig Budapest és Hajdúszoboszló vezeti. Adomány, közel 300 gyermeknek ajándékozott állatkerti belépőt a Hieroteus Egyesület. Jól vizsgázott a Jéger, a Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. Jól vizsgázott az országos jégkár mérséklő rendszer, a megyében 40%-kal csökkent a jégkár bejelentések száma, mondta el híradónknak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei szervezetének elnöke. Rácz Imre hozzátette, már ebben az évben visszahozta a rendszerbe befektetett pénzt a Jéger névre keresztelt hálózat, hiszen országosan több milliárd forintra tehető a megelőzött károk nagysága. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara adatai alapján idén összesen 22.500 hektárra jelentettek be jégkárokat a gazdálkodók. Ez 70%-kal kisebb terület a tavalyinál, illetve csak nem 50%-kal elmarad az elmúlt 5 év átlagától is. Idén május 1-én helyezték üzembe az országos jégkármérséklő rendszert. Annak megyei elnöke szerint a jégkár bejelentések alacsony száma a védekező rendszer hatékony működésének is köszönhető. Szinte csodálkozunk, hogy a jégkár ennyivel csökkent az utóbbi évek átlagához képest, ugyanis voltak olyan hónap a nyár folyamán, amikor 27 napon volt riasztása 31 napból. A sok éves tapasztalatok azt mutassák, hogy ez egy rendkívüli időjárás volt. Amikor jött a csapadék, akkor olyan viharra jött, hogy 100 mm csapadék is esett 3 óra rossz alatt, amivel nem nagyon lehetett mit kezdeni. Mindig párosult ez valamilyen mennyiségű vagy méretű jéggel, és ezek ellenére is itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is elmondható, hogy körülbelül 40%-kal jelentettek kevesebb jégkárt, mint szoktak. Az új jégkármérséklő hálózatba összesen 986 talajgenerátort vontak be, amelyek közül 222 automatikusan működik. A talajgenerátorokat szeptember végéig átlagosan 87-szer kapcsolták be, és országos átlagban 479 órán keresztül üzemeltek. Az országos rendszert 1,8 milliárd forintból építették ki, viszont a becslések szerint a megelőzött károk nagysága már most több milliárd forintra tehető. Már ebben az évben a betakarítási vagy befektetett költségek, amit ráfordítottunk, megtérült, és az elkövetkezendő időszakban már csak a fenntartási költségek fognak fennmaradni, ami úgy tudom, hogy a továbbiakban sem terheli különösen a gazdákat, a kárhenyítési alapból lesz a későbbiekben is ez finanszírozva. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara az idei időjárásból kiindulva úgy döntött, hogy a védekezési szezon jövő évi kezdetét május 1-jéről április 15-ére előre hozza, mivel a várakozások szerint már április második felében is számítani lehet heves, akár jégesével kísért zivatarokra. A belvárosban gyülekeztek a tüntetők szerda délután Nyíregyházán, ahol több százan emelték fel hangjukat az elmúlt napokban meghozott kormányzati döntések ellen. A DK képviselője felolvasta az ellenzék 5 pontos követelését, és beszédet mondott szinte minden megjelent ellenzéki politikus. Egyre reménytelenebb az emberek sorsa, egyre erőteljesebb a kirekesztés, egyre erőteljesebb a kisajátítása, akár a politikai véleménynek, a véleménynyilvánításnak, akár a vagyonoknak. Ennek változnia kell, és csak egy nagyon pici emlékeztető, hiszen soha ennyi kis- és középvállalkozás nem ment tönkre Magyarországon, mint az elmúlt években. Elég volt ebből! Elég volt! Elég volt! Elég volt! Soha ennyi ember nem halt meg magyar kórházakban a fertőzések, az elmaradt kezelések, és a várólisták miatt elég volt ebből. Milliós nagyságrendű is lehet a szilveszteri pihenés, ha valaki egy egzotikus országot választ úti célként luxus szolgáltatásokkal. Az év búcsúztatásához sokan programokkal egybekötött szállás lehetőségeket keresnek, és egyre gyakoribb, hogy a karácsonyt sem otthon töltik a családok. A legkeresettebb hazai utazási célpontok listáját még mindig Budapest és Hajdúszoboszló vezeti.
Nem pihennek az utazási irodák dolgozói év végén sem. Évről évre egyre többen töltik a karácsonyt és a szilveszter külföldön vagy hazai wellness szállodákban. Sok család gondolja úgy, hogy az ünnep nem a hajtásról, takarításról, folyamatos készülődésről és főzésről szól, hanem a pihenésről és arról, hogy minél több időt tölthessenek együtt a családdal, barátokkal. A karácsonyi üdülések legkedveltebb célpontjai évről évre változnak, mégis van bennük állandóság. Abszolút a wellness szállodák azok, amik favoritok. Ugye ilyenkor jó előre le kell foglalni a helyeket, hiszen már nagyon sok olyan szálloda van, aki teltházat jelentett akár a karácsonyi, akár a szilveszter ünnepre. Úgyhogy bizony van olyan, hogy már nyáron elkezdenek azon gondolkozni a családok, akik utazni szeretnének, hogy karácsonykor, szilveszterkor merre. Az utóbbi szintén nagy fejtörést okozhat az utazni vágyóknak. A fiatalok szívesen mennek az új évet köszönteni európai nagyvárosokba, Párizsba, Rómába vagy Londonba, ahol hatalmas szilveszteri bulikban vehetnek részt. Az egyedülállók vagy családdal utazók pedig szívesebben választanak valamilyen egzotikus helyet úti célként, akár a karácsonnyal egybekötve. A nagyvárosokban általában ugye szabadtéri szilveszterek vannak, ugye a többi szálláshelyeken pedig úgy szokták megoldani, vagy van lehetőség arra, hogy kimenjenek ezekre a szabadtéri szilveszterekre, vagy a szállodákon belül is csinálnak azért szilveszteri partit. Ugye itt ilyenkor ugye odafigyelnek az étkezésre, ugye a hagyományokra, illetve ott is azért zenés szórakozási lehetőség van, és akkor a kedves vendég az el tudja dönteni, hogy kimegy a hagyományos szilveszteri rendezvényre, vagy pedig bent marad a szállodában, vagy akár mind a kettőt is választhatja. A programokkal egybekötött szilveszteri utazás helytől, szolgáltatásoktól és programoktól függően nagyon széles árkategóriában mozoghat. Egy szomszédos lengyelországi párnapos utazás akár 30 ezer forintból is kijöhet, míg egy egzotikus helyre történő utazás luxus szolgáltatásokkal akár milliós nagyságrendű is lehet. Közel 300 gyermeknek ajándékozott állatkerti belépőt a Hieroteus Egyesület. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei családok átmeneti otthonaiban élőket ajándékozták meg a közelgő ünnepek alkalmával. Adventi jótékonysági rendezvényt szervezett a Hieroteus Egyesület a megyeházán. Az ünnepségen a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei családok átmeneti otthonaiban élő gyermekek és az intézmények képviselői vettek részt. Így például érkeztek vendégek Nyírpazonyból, Balkányból és Tiszalökről is. A karácsony az mindig valamilyen különbözést jelent, valamilyen olyan csodavárást, amelytől egy kicsit szeretnék megkülönböztetni a hétköznapoktól, és azt hiszem, hogy ez a legfontosabb. És ilyenkor adunk egy picit magunkból is, és adunk egy kicsi szeretetet is, ahogy a mai rendezvény is egy csöpnyi szeretetről szól. És talán a megfogalmazás nem is a legjobb, mert a szeretet az talán leginkább egy gyertyalángjához hasonlítható, amely gyertyalángot ezer felé osztunk, akkor is megmarad ugyanannak a lángnak, sőt, talán még több is lesz belőle. Az ünnepségen ajándékot is kaptak a gyerekek, mintegy 300 belépőt osztott ki az Egyesület a Nyíregyházi Állatparkba. A Hieroteus Egyesület eredményes és tartalmas évet zár 2018-ban. Erről Kapin István elnök beszélt. Hál' a jó Istennek, ahogy az elmúlt években is rövidke pályafutásunk szűk 10 év alatt, ebben az évben is arról beszélhetünk, hogy az eredeti küldetésünk, hogy közélet, család, egyház, társadalmi felemelkedés, az minden területen működik. Nagyon sok tábort szerveztünk, mind a anyaországi, mind a határon túli fiataloknak, fiatalházasoknak, felnőtteknek. Futnak generációkat összekapcsoló programjaink, amelyben fontos, hogy nagyszülő és unoka gyerek együtt a megyében, hogy a kulturális közfoglalkoztatás programját idén is sikerült, remélem még néhány nap van hátra, örömmel nyugtázni. Az ajándékok átadása után Buzogány Béla színháza a Szép Advent című előadással kedveskedett a gyerekeknek. Idén először a hagyományoktól eltérően az Állatbarát Alapítvány nem a belvárosban, hanem a Csatorna utca 2 szám alatt az állatotthon telephelyén várja karácsonyi bazárral az érdeklődőket. A bazárban semminek nincs konkrét ára. A kiválasztott tárgyakért cserébe egy ládába lehet bedobni a menhelyes kutyáknak és cicáknak adományozni kívánt összeget.
Kutyaruhák, játékok, felszerelések, fekhelyek, porcelán, díszek, csecsebecsék, mindenféle kincs megtalálható az alapítvány karácsonyi bazárjában. Igazi piaci hangulat várja az érdeklődőket az Állatbarát Alapítvány Csatorna utcai telephelyén minden nap 8 és 16 óra között. Idén először a hagyományoktól eltérően nem a belvárosban, ugye a Sétáló utcában vagyunk jelen a kis karácsonyi bazárunkkal, hanem itt kint a menhelyünkön az oktatóhelyiséget rendeztük be. Ennek több oka is van, de az egyik legfőbb oka az az volt, hogy itt azért kényelmesen, melegben tudnak válogatni, nézelődni ugye az emberek. Sokkal komfortosabb, és ugye nem beszélve arról, hogy ki is vonzzuk egy kicsit, tehát nem titkos szándékunk az az, hogy látogassanak ki hozzánk, és esetleg a vásárlást össze lehet kötni egy kis sétával is, meg lehet nézni a kedvenceinket, lehet őket egy kicsit babusgatni, sétáltatni, és mindenféleképpen szeretnénk ugye felhívni a figyelmet a menhelyre télen is a téli időszakban, hiszen ilyenkor jóval kevesebben jönnek ki hozzánk. Az Állatbarát Alapítvány Csatorna utcai állatotthona folyamatosan teltházzal működik. Jelenleg több mint 200 kutya és 30 macska várja szerető gazdiát. A zsúfoltság tovább fokozódott az elmúlt időszakban, hiszen több anyakutyus került be kölykeivel együtt a menhelyre. Az otthon régi és új lakóival a szervezet honlapján is megismerkedhetnek a leendő gazdik, hiszen minden bekerült kutyus és cicus fényképpel, rövid leírással együtt a weboldalukon is látható. Idén is a halászlé a legnépszerűbb fogás az ünnepi asztalon. A hagyományos menüsort töltött káposztát, hurkát és kolbászt tartalmaz. A sort pedig diós és mákos beigli, valamint mákos guba zárja. A magyar szokások szerint pedig piros terítő kell, hogy kerüljön ezek alá az asztalra. A karácsony számos stresszforrást tartogat egy háziasszony számára a tökéletes dekorációtól kezdve a megfelelő ajándék kiválasztásán át egészen az ünnepi menü összeállításáig. Talán ez utóbbi okozza a legtöbb fejtörést. Ilyenkor is népszerű a töltött káposzta, a Wellington bélszín és a pisztráng is. Azonban vannak olyan ételek, amelyeknek mindenképpen szerepelni kell egy ünnepi asztalon. Például a halászlé, a különböző szárnyasok, akár a csirke, a kacsa, amit ritkábban fogyasztanak az évben az emberek, valamint a hal, a halfélék. Tehát akár ugye nagyon elterjedt felénk a rántott halak, de akár az egészben sütéssel készült halak is. És úgy gondolom, hogy nyilván ehhez hozzájönnek az édes desszertek is, ami hozzátartozik, tehát például a beigli. De úgy gondolom, hogy ezek olyan ételek, aminek mindenféleképpen szerepelni kell egy családi asztalon. A tradicionális ételeket időnként érdemes újra gondolni és kísérletezni az alapanyagokkal. Egyik évben készítettünk egy lazatot egészben sütéssel, a másik évben pedig szétszedtük a halat teljesen, és készült ugye a csontokból, leeső részekből egy jó ízű mártás, a halat pedig feldolgoztuk egy szép mozaikba, és úgy volt felszeletelve. Tehát lényegében ugyanaz az alapanyag, de teljesen máshogy jelenik meg. A halhoz számos babona kötődik. Egyes vidékeken úgy tartják, hogy elúszik vele a szerencse, más, főleg folyómenti területeken gazdagsághozóként fogyasztják. Halon sok pikkely van, sok pénz, halpénznek is mondták régen, és ezért úgy gondolják, hogy és ma is a karácsonyi menünek része az, hogy halat esznek. Az ünnepi ételek alá a magyar hagyományok szerint piros terítő kerül az asztalra. Az ünnephez más országokban más népszokások kapcsolódnak. Provenci hagyomány, hogy az asztalon 13 desszert van, amelyek a 12 apostolt és Jézus szimbolizálják. Olaszországban az ünnepi menü csak halat vagy kagylót tartalmaz, de 7 különböző féleképpen elkészítve. A Fülöp-szigeteken pedig előszeretettel esznek ilyenkor mézes sonkát, karamellizált malacbört és ökörpacalt. Ismét hazai környezetben készül Bakosi Péter, a nyíregyházi magasugró egy hónapon keresztül Stuttgartban edzett a német atléta válogatott ugró szakág vezetőjének irányításával. Bakosi célja, hogy teljesítse a glasgowi fedett pályás Európa bajnokság 226 cm-es kiküldetési szintjét. A 2018-as év nem úgy alakult Bakosi Péter számára, ahogyan azt szerette volna. A 25 éves magasugrót sérülések hátráltatták, mindössze 220 cm-ig jutott, igaz fedett pályán és szabad téren is meg tudta védeni magyar bajnoki címét. Péter már elkezdte a felkészülést a következő évre, nemrég érkezett haza Stuttgartból, ahol Kis Tamás a német atléta válogatott ugrószakágának vezetője irányította edzéseit. Egy kemény alapozáson vagyok túl,
szerencsére nagyon jól sikerült, sérülésmentes volt, nem zavartatta, nem hátráltatta semmi a felkészülésemet eddig jelen pillanatban. Most már áttértünk arra az edzésmunkára, hogy ő több pihenése és jóval több minőségi munka, elkezdtünk szépen gyorsítani, és ugye mellette fogyni is a januárban kezdődő versenyekre. Kinti edzőpartnereim ugye Tamásnak a tanítványai voltak, nem egy nagy csoport, jelen pillanatban olyan 8 főből áll, ezek között ugye a idei Európa-bajnokságon volt magasugró lánya harmadik, a távolugró sráca második lett, szóval egy elég nívós csapatban edzek. Péter karácsony után utazik ismét Stuttgartba, ahol egy felmérésen és néhány technikai edzésen vesz részt. Az egyetemi vizsgákat követően január közepén ismét Németország felé veszi az irányt a nyíregyházi atléta, aki az egyéni csúcsot jelentő 226 cm teljesítésével juthat ki a glasgowi fedett pályás Európa-bajnokságra. Január végén, 20-án, ha minden igaz, Hustapecén fogok versenyezni legelsőnek. Erre a téli szezonra, mivel elég rövid, 5 versenyt terveztünk, és a 6. verseny az Európa-bajnokság lenne, amire 226 a szint. Bakosi 2015-ben Prágában, 2017-ben pedig Belgrádban ott volt a fedett pályás EB-n. A magasugró reményei szerint 2019-ben is tagja lesz a kontinens viadalra utazó magyar válogatottnak. Több mint 100 rászorulóhoz jutnak el azok a játékok, könyvek, ruhanemük, amelyeket a Nyíregyháza Blue Sharks és a Fátum Nyíregyháza felhívására vittek be a Continental Arénába a két csapat szurkolói. Az adományokat ma vették át a Mentor Alapítvány és az Oltalom Szeretett Szolgálat képviselői. Decemberben nagyon sok szervezet hirdet jótékonysági akciókat, szervez gyűjtéseket azért, hogy segítsen a rászorulókon. Ebbe a sorba állt be a Nyíregyházi Élsport Nonprofit Kft., ami az extraligás női röplabda és az NB1-ben szereplő férfi kosárlabda csapatot versenyezteti. A két szurkolók körében népszerű együttes a hónap elején arra kérte a drukkereket, hogy adományaikkal tegyék szebbé fogyatékkal érő gyerekek karácsonyát. A kérés meghallgatásra talált, így az elmúlt napokban játékok, könyvek és ruhanemük érkeztek a Continental Arénába. A hozzánk eljutatott játékok és adományok alapján pozitív volt ez a hozzáállás, és nagyon köszönjük a szurkolóknak, támogatóknak, akik segítettek és eljuttatták ezeket a játékokat. Bízom benne, hogy a Mentor Alapítvány által gondozott gyerekek örülni fognak, és fogják tudni használni ezeket a játékokat a továbbiakban is. Ha bármilyen módon tudunk segíteni, akkor ezt szeretnénk megtenni. Elsődlegesen azért örülnénk annak, hogyha a pályán tudnánk olyan teljesítményt nyújtani, amivel örömöt szolgálhatunk, vagy szép játékkal megfelelő elégedettséget nyújthatunk majd a szurkolóinknak, de remélem, hogy fogunk csatlakozni, fogunk tudni még csatlakozni, vagy fogunk tudni indítani ehhez hasonló kezdeményezéseket. A nyíregyházi csapatnak még lesz egy mérkőzése ebben az évben, pénteken a veretlenül listavezető Veszprém otthonában lépnek pályára Czura Attiláék, akik arra készülnek, hogy megszakítsák a hazaiak győzelmi sorozatát. A hangulat az nagyon jó a csapatnál, azzal sosincs probléma igazából a hangulattal, annyi, hogy van némi nehézségünk, sok a beteg a csapatnál, szinte az összes fiatal beteg, Mokánszki, Fazekas Csaba és Sitku Márton is betegeskedik, páran közülünk idősebbek közül is, de ez nem lehet kifogás. Úgy fogunk oda menni, hogy mindenféleképpen nyerni szeretnénk, és szépen lezárni ezt a 2018-as szezont. A 13. fordulóból egy meccset már lejátszottak, azon az MTK-t Örök Bálint 85-79-re verte a Békést. A forduló további párosítása a következő: MAFS PVSK, Bonyhád BKG Prímese, Oroszlány Vasas Akadémia, Budapesti Honvéd Budafok és Nagykőrös MAFS Miskolc. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Jól vizsgázott az országos jégkármérséklő rendszer, a megyében 40%-kal csökkent a jégkárbejelentések száma, mondta el híradónknak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei szervezetének elnöke. Rácz Imre hozzátette, már ebben az évben visszahozta a rendszerbe befektetett pénzt a Jéger névre keresztelt hálózat, hiszen országosan több milliárd forintra tehető a megelőzött károk nagysága. Utazás az ünnepek alatt. A legkeresettebb hazai utazási célpontok listáját még mindig Budapest és Hajdúszoboszló vezeti, de akár a milliós nagyságrendet is elérheti a szilveszteri pihenés költsége, ha valaki egy egzotikus országot választ úti célként luxus szolgáltatásokkal. Az év búcsúztatásához sokan programokkal egybekötött szállás lehetőségeket keresnek, és egyre gyakoribb, hogy a karácsonyt sem otthon töltik a családok.
közel 300 gyermeknek ajándékozott állatkerti belépőt a Hieroteos Egyesület. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei családok átmeneti otthonaiban élőket ajándékozták meg a közelgő ünnepek alkalmával. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták december 20-án csütörtökön. Friss hírekkel holnap este várjuk majd önöket, tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Holnap is párás, borongós időre számíthatunk. Péntek estig többnyire nagy nedvességtartalmú, kissé enyhébb levegő áramlik térségünk fölé. Az éjjeli órákban is borult lesz az ég, párás marad a levegő, zuzmarás köd is képződhet. Hószálingózás előfordulhat, de számottevő csapadék már nem valószínű. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, reggelre általában mínusz 6 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben is borult párás lesz az idő, hószálingozás, majd estétől havazás, havas eső, átmenetileg ónos eső is előfordulhat. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, délutánra mínusz 1 fokig emelkedik a hőmérséklet, melegfronti hatás érezhető térségünkben. A következő napokban igen változékony időre lehet számítani, szombaton élénk, néhol erős széllel jön az enyhülés, gyenge esőre is számítani lehet, vasárnap rövid időszakokra a nap is kisüthet. Az erős fagyok megszűnnek és hajnalonként 0 fok körül, napközben plusz 5 fok körül alakul a hőmérséklet. A hó karácsonyra jellemzően elolvad, hétfőn a nap első felében eső várható. Kettől ismét lehűlés kezdődik, de számottevő csapadék már nem valószínű.